A koronavírus járvány utáni 2020-as lejtmenet és a 2021-es lassú visszakapaszkodás után 2022-ben ismét sikeresnek mondható évet zárt a gyulai turizmus. A csütörtök délelőtt megtartott szezonértékelő sajtótájékoztatón Görgényi Ernő polgármester ismertette a városi fenntartásban lévő attrakciók legfontosabb adatait. Tájékoztatójából kiderült, hogy 2022-ben a fürdőben konszolidálódott a vendégszám, a járvány előtt ugyan volt már bőven 600 ezer felett, de a visszaesést követően a legutóbbi évben már 547 ezeren vettek belépő jegyet. Többnyire telt házas produkciókat mutatott be a Gyulai Várszínház, a Várban 98, az Almási Kastélyban 78 ezer látogatót fogadtak. Komorócki Alíz, a Gyulai Turisztikai Kft. Ügyvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az előző válságos évek sok akadályt állítottak a szektor szereplői elé, de jól vették ezeket, és egy pénzügyileg is sikeres évet zártak. A gyulai polgármesteri hivatal adócsoportjának nyilvántartása szerint 2022-ben közel 564 ezer vendégészaka realizálódott Gyula összes szálláshelyén, amely 2021-hez képest 43%-kal magasabb forgalmat jelent, és csupán 3%-kal marad el a 2019 évi forgalomtól. Az eseményen Görgényi Ernő polgármester jelentette be, hogy új tagokkal bővült a Gyulai Turisztikai Kft. Tulajdonosainak köre. A sajtótájékoztatónak otthont adó Elizabeth Hotel is csatlakozott a szervezethez. A szálloda igazgatója, Arató Henrietta úgy fogalmazott, az elmúlt években számos fejlesztést valósítottak meg, és a városi szervezethez való csatlakozás azt is jelzi, hogy elkötelezettek a további előrelépés érdekében. Elkészült a termék, innentől jön az, hogy értékesítsünk. Marketinges nyelvre lefordítva, ezt ugye látjuk, hogy élményturisták, a szó nemes értelmében vett élményturisták látogatnak most már bennünket, és látogatják a várost is. Akik egy-két gombnyomással szeretnének elérni igazából minden szórakozási lehetőségeket, legyen ez a szálláshely maga, a különféle programok, vagy akár belépőjegyek. Ha képi elemként kívánom megjeleníteni, akkor egy gazdagon feldíszített tálcáról könnyebb az értékesítés. A városi turisztikai cégben üzletrész tulajdonnal rendelkező szállodák azt vállalták, hogy minden vendégéjszaka után 80 forinttal járulnak hozzá a büdzséhez. A kezdeményezéshez csatlakozott a Hőforrás Hotel, a Wellness Hotel Gyula és az Elizabeth Hotel is. Ez utóbbi két szálloda üzletrész tulajdont is vásárolt a Kft.-ben. Azóta további partnerként jelentkezett, és bejelentette üzletrész vásárlási szándékát a Park Hotel Gyula is. Ezért nagyon fontos, hogy ez a Kft. Ez konszenzus elve alapján működik, azaz az önkormányzatnak 50%-a van, másik 50%-ot teszik ki a gyulai legnagyobb szállodák és a Gyulai Idegenforgalmi Egyesület, amely a kisebb szállásadóknak az érdekképviseleti szervezete, és a társasági szerződés alapján konszenzussal kell elfogadni a marketing tervet, azaz a szállásadói szektor egyetértése nélkül az önkormányzat nem tud marketing tervet elfogadni, turizmussal kapcsolatos legfontosabb döntések tehát így születnek meg. Az eseményen elhangzott, az új tagok szerepvállalásával erősödik a gyulai idegenforgalmi ágazat szakmai közössége, és még szélesebb bázison születhetnek meg a városi marketing tervet érintő döntések.